egy nyertes topos pályázatnak köszönhetően tudta megvalósítani a Bolygó Kerékbirodalom elnevezésű rendezvénysorozatot a makkói szervezet, amelynek zárására pénteken kerítettek sort. Szilágyi László, a Marosparti Veterán Járműveket Kedvelők Sportegyesület elnöke kiemelte, hogy régóta dédelgetett álmok valósult meg azzal, hogy megalapították a Galamb József emlékdíjat. Azt szeretnénk díjazni, hogy ezt az emléket milyen formában tudják ezt segíteni, és én úgy gondolom, hogy Makó az a hely, ahol ezt a díjat ki kell, hogy adjuk, illetve itt kell, hogy megszülessen az, hogy akár a város részéről, akár az Egyesületünk részéről ez díjazva legyen. A kuratóriumot hoztunk el elét, akár az Egyesület, akár a város, meg a segítőink, azok a tiszteletbeli tagjaink, akik az Egyesületünkben benne van, azoknak a javaslati alapján. Van azért elég sok jelöltünk, de itt elsősorban legelőször is az egyetemet szerettük volna. Szeretném átadni ízokelő formájába is, illetve egy szimbolikusan egy téfordot nektek. Nagyon szépen köszönjük! Az újonnan alapított díjat az Óbudai Egyetem Bánki Donát gépész és biztonságtechnikai mérnöki kar kapta, ahol fontosnak tartják a friss fiatal mérnökök képzése mellett a hagyományok ápolását. Szó esett arról, hogy Galamb József ebben az intézményben végezte az egyetemi tanulmányait, amelyre méltán büszkék az oktatási intézményben. Nem csak azért emlékeznek egykori diákjukra, mert kikerült Amerikába és a Ford műveknél főmérnökként dolgozott, hanem azért is, mert a magyar szakember határon és tengeren túli ismerete elengedhetetlen. Galamb József az ismert Ford műveknél eltöltött munkássága egy olyan iránymutatás a mai fiataloknak, hogy igenis van lehetőség nem csak itthon, hanem határokon túl is a szakmai ismereteket átadni, alkalmazni. A mi karunkon, a Bánki Donát gépész és biztonságtechnikai mérnöki karon van egy Galamb József emlékszoba, amelyben Galamb József munkásságát, azokat az terveket, eszközöket, amelyekkel dolgozott, illetve amelyekkel a Ford gyárban is dolgoztak már, ezeket őrizzük. Az egyetemen továbbá veterán autórestauráló szak is működik, ahol régi járműveket hoznak helyre. Az iskolában működő kör újította fel azt a Ford T-modellt, amelyet nagy büszkeséggel állítanak ki. A díj kiosztása után a rendezvénysorozat tovább folytatódott szakmai konferenciával és egy könyvbemutatóval, amelyről majd később számolunk be bővebben.